Mai kalandozásunk helyszíne a Bockereki erdő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Vadfilmes kollégánk természetesen a terület nagy vadjainak kedvéért, azon belül is a dámszarvasok nagy őszi akciója a barcogás megfigyelésére érkezett. A Bockereki erdő október elején csak úgy visszhangzik a mély röfögésre emlékeztető barcogó hangoktól. Ezúttal különös misztikumot adott az a tény is, hogy reggel még tisztességes talajmenti köd borította a tájat. Az ősz első heteinek hangulata hamisítatlanul tükrözte tehát az évszakot. A Bockereki erdő dámszarvas állománya felettébb tekintélyes. Ennél fogva a dámtehenek kellő, hogy így mondjuk férfi választékból dönthették el, melyik daliára bízzák a következő dámgenerációt. Vadfilmes kollégánk igyekezett rögzíteni a ködből kikandikáló dámlapátok megejtően gyönyörű ellenfényes látványát. Átérezhetjük a faágak közötti átlesések izgalmas képkomponálását, a bajvívó dámok jószögből történő megörökítését. Még pár hét a barcogás, aztán elülnek a dámok párválasztásának jellegzetes hangjai, hogy helyüket egyre inkább a halk neszek, a hulló levelek, majd előbb-utóbb az első hó finoman szitáló halk zizegése váltsa fel. Addig persze még van időnk. Tartsanak velünk a következő erdei valóságsó pillanataira is egy hét múlva.